Összesen 800 adag székely káposztát és élelmiszercsomagokat osztott ki a kerületi rászorulóknak az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány. A Krisna tudatú hívők az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ koordinálásával szervezték meg a rendezvényt a Flórián téren. Búzs Balázs polgármester is ételt osztott. A hétköznapokon is oszt ételt, viszont évente kétszer, gyermeknapkor és ilyenkor az adventi időszakban szervez kiemelt ételosztást. Ilyenkor nem csak a napi adagszámot teljesítjük, hanem egy kicsivel többen szoktak jönni, úgyhogy a családsegítő így a karácsonyi alkalomra 800 nevet ír össze, akik részesülnek a támogatásban. Az Összefogás Óbudáért Egyesület is csatlakozott a rendezvényhez, ők szaloncukorcsomagokat osztottak a családoknak.